Egy nappal azután, hogy egész Olaszországot lezárták, az olaszok elkezdték mindennapi szokásaikat a karanténhoz igazítani. Róma szinte üres utcái azt mutatják, hogy az emberek betartják a kérést, de mivel a vírus terjedése nem lassul, lehet, hogy még ezek az intézkedések sem elegendőek. Az olasz Goldspont Lombardia kormányzója például azt kérte, hogy a kormány zárassa be az éttermeket, a bevásárlóközpontokat és az irodákat is, amit a miniszterelnök megfogadott. Bezárjuk az összes boltot, kivéve a közérteket és a patikákat, szóval nem érdemes letarolni az élelmiszerboltokat, mondta Giuseppe Conte. Spanyolországban a tömegközlekedési eszközök fertőtlenítése az utolsó olyan lépés, amivel megpróbálják megakadályozni, hogy az Olaszországhoz hasonló helyzet alakuljon ki. Az utóbbi napokban megugrott a fertőzöttek száma, ezért már bezárták az iskolákat és az egyetemeket. A szigorú intézkedések egyike, hogy törölték a híres Valenciai Fájeszt Fesztivált. Ez nagyon szomorú, mondja ez a férfi. Valenciai vagyok, de ez az élet, el kell fogadnunk a helyzetet. Mióta megjelent a COVID-19 Európában január elején, a betegség riasztó ütemben gyorsult fel. Spanyolország, Franciaország, Németország a legsúlyosabban érintett országok között vannak. A német kancellár az EU tagok közötti szolidaritást szorgalmazta, és felemelte a szavát a határok lezárása ellen. Itt nem az a kérdés, hogy Európában elzárjuk-e magunkat egymástól, hanem az, hogy találjunk ki egy módszert, amivel megóvhatjuk az uniós egészségügyi rendszereket az összeomlástól. De látva az ausztriai rendőröket, akik minden Olaszországból érkező autót megállítanak és átvizsgálják az utasokat a határon, lehet, hogy az Európán belüli határellenőrzést a koronavírus már realitássá tette.